Elnök asszony, ez a megszólítás a parlament falai között nem sokszor hangzik el. Elnök asszony, tisztelt nyugdíjas parlament! Először is köszönetet szeretnék mondani. Köszönetet önök és rajtatok keresztül annak a több ezer embernek, akikkel az elmúlt hónapokban végig tudtuk tárgyalni azokat a kérdéseket, amelyek a nyugdíjasok életét, élethelyzetét érintik. Köszönet a civileknek, köszönet a nyugdíjas szervezeteknek, a szakszervezet képviselőinek, a nyugdíjas klubok képviselőknek és mindenki másnak. Nagyon fontos, hogy kinyissuk a mai világunkat. A politika lépje túl önmagát és találja meg azokat a társait, akikkel változtatni tud azon a helyzeten, amiben ma leledzünk. Az a helyzet, hogy az elmúlt időszakban rengeteg olyan dolog történt, amelyet tényleg abban a másik teremben másként képeznek le. Ott azt mondják, hogy az elmúlt 7 esztendőben nagyjából 10%-kal nőtt, reál értelembe vette a nyugdíjaknak a nagyságrendje. Itt meg azt mondjuk, hogy nem, sajnos nem, hanem egy hónap nyugdíjat elvettek az emberektől. És az igazság, sajnos, de azt kell, hogy mondjam, ebben a teremben van. Elraboltak 3000 milliárdot, elüldöztek 600 ezer fiatalt ebből az országból. A részletekről nem beszélnék, hiszen már esetúból a szó. Az alapvetéseket szeretném mondani. Ma már elhangzott, de nem tud elégszer elhangozni. A nyugdíj az nem adomány. A nyugdíj az szerzett jog. A nyugdíj az munkával és járulékfizetéssel megszerzett jog. Egyetlen egy színétől független kormánynak nincs joga arra, hogy ezt a jogot elvegye vagy csorbítsa közakarat nélkül. Hogy önkényesen tevékenykedjen. 0916, sok minden más lehet mondani, akkor és amikor már az MNB inflációs előrejelzése is 2-3-2-4-et mutattak. Nincs helye az önkényességnek, a törvényességnek van helye, és az azon alapuló intézkedéseknek. Ma egy teljes jogú nyugdíjas adott helyzetben 28.500 forinthoz is hozzájuthat. Igen, sajnos ebben az országban ma 74.000 olyan ember él teljes jogú nyugdíjasként, azaz legalább minimum 20 év szolgálati időt teljesítve, hogy 28.500 és 50.000 forint közötti nyugdíjban részesül. S rajtuk kívül még van 364.000 olyan ember, aki nem teljes jogú nyugdíjas, de nyugdíjszerű ellátásban részesül. Orcán vágták az embereket ezekkel a pénzekkel. Úgy, mint a közfoglalkoztatottat a valamikor 60.200 forinttal szembeni 47.000 forinttal. Nem lehet ezt elfogadni. S az sem, hogy a nyugdíjszámítás mikéntjét alapjaiban változtatták meg. Hogy elfelejtették a vegyes indexálást, elfelejtették a svájci indexálást, az, hogy a gazdasági növekedésből a nyugdíjasoknak is jó értelemben haszonélvezőkévé kell válniuk. Elfelejtették és nem gyakorolják. Na, ezáltal vették el a nyugdíjasoktól azt a pénzt, amiről beszéltem. Meg azáltal, hogy a nyugdíjas fogyasztói kosár az még a gondolkodásból is kikerült. A számítás alapjaként meg sem jelenítődik. Ha pedig emelésekről beszélünk a nyugdíjak kapcsán, akkor a két legnagyobb problémát én ott látom, hogy nincs szolidaritás és nincs méltányosság a nyugdíj emelések tekintetében. Igazságosságot nehéz teremteni e vonatkozásban, nyilván erre kell törekedni, de a szolidaritásnak és mindezek mellett a méltányosságnak van helye. Ezért kell korrekció, ezért kell méltányossági nyugdíj, ezért kell differenciálás, akár fix összegű minimum nyugdíj emelés. És még egy dolog bevezető gondolatként a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségéről. 2010 az az esztendő, amikor végérvényesen 65 évre emelkedett a nyugdíjkorhatár. 2010-ben ugyanis volt egy népi kezdeményezés, ami 62 évben szerette volna ezt rögzíteni. Ezt a Fidesz elutálta, 65 évben rögzítette. Ez 2022-től mindenkire érvényes.
De a legnagyobb baj mindezek mellett az, hogy rákövetkező esztendőben likvidálták az összes rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségét. Mindegy, hogy korkedvezményről, mindegy, hogy koredményről, előrehozott nyugdíjról, csökkentett előrehozott nyugdíjról, szolgálati nyugdíjról, bármiről beszélünk, likvidálták ezeket az intézményeket. Egy olyan rendszerben, ahol törvényszerűen nő a nyugdíj korhatár, ott a rugalmas nyugdíjba vonulásnak van helye. És egyre szélesebb körben. És egy mondat ehhez, nem csak 65 előtt, 65 után is. Nem szabad megtiltani senkinek, ha képes, tud, akar, van szándéka, egészsége, és van szükség a munkájára, hogy az dolgozhasson. Emlékeznek rá. Tanárok, orvosok nem kapták meg ezt a lehetőséget. Ők 65 évben el kellett, hogy menjenek. Majd vészhelyzetben gondolta újra a kormány ezeket a dolgokat. Egy szó mint száz. Olyan intézményrendszeri, döntési mechanizmust kell kialakítani, és ezt kell megkövetelni a mindenkori színétől független kormányoktól, hogy egy, a nyugdíj tekintetében biztosítsa azt, hogy a nyugdíj szerzett joga az megmaradjon, érvényesüljön. Kettő, a rugalmasság pedig adott legyen annak érdekében, hogy a gazdaság igényei a leginkább ki tudjanak teljesülni. Tisztelt Hölgyeim, Uraim! Azt kérem, hogy a két témakörhöz illesztetten minden olyan fontos kiegészítést, amelyet úgy ítélnek meg, hogy előre visznek minket, nem a baloldalt csak és, hanem ezt az országot, a civilekkel, a szakszervezetekkel, az érdekképviseltekkel közösen, azt mondják el itt a nyugdíjas parlament falai között. Elnök asszony, köszönöm a szót!